átadnám neked is a mikrofon. Köszönöm. És föltennék egy pár kérdést. Többek között, hogy mi a civil foglalkozásod, vagy mi volt a civil foglalkozásod? Mérnök és tanár. Úgy is mondhatnánk, hogy mérnök tanár. Köszönöm szépen. Honnan jöttél? Hol élsz? Hát két laki vagyok, Barcson és Budapesten. Családi helyzeted? Családi helyzetem, két gyermekem van, és egy unokám, az egyik a nagyobbik lányomnál van az unoka, aki most került első osztályos. A másik lányom pedig a műegyetemre jár, a vegyészkarra, ő másodéves ott. Uh-huh. Miért kezdted el? Hát azért kezdtem el, mert egyszer ismertelek, a nevedet tudtam, tehát nekem ez garancia volt arra, hogy nem lehet egy rossz dolog. És a másik dolog, hogy amikor megtapasztaltam, akkor éreztem, hogy na, hát erre, pont erre van szükségem. Mikor kezdted? 2014. szeptember 28-án. És mikor kezdted a munkát? Hát a munkát gyakorlatilag, hát először kóstolgattam. Nem voltam türelmetlen, tehát figyeltem. És amikor úgy éreztem, hogy na már egy kicsit felkészültebb vagyok, akkor hoztam egy embert. Utána megint kaptam az energiát, a töltődést, azt a sok szeretetet, amit hát ha nem akarsz, akkor is sugárzod magadból. És utána pedig, amikor megkaptam az első bizonyítványomat, utána aztán teljesen beindultam. Eddig mit adott neked? Hát csodálatos dolgokat. Gyakorlatilag egy olyan célt, ami egyben a küldetésem is, hogy szeretném, hogyha gyakorlatilag a Földön elérnénk a, hát én úgy mondom, hogy 300 milliót. Nehéz volt elérni ezt a szintet? Nem volt nehéz. Hát természetesen az itteni igazgatók, akkor a vezetők, a kedves kollégáim, meg hát az a nagyon nagy lelkesedés, ami tőled származik. Tehát így összességében. És nagyon jó érzés itt lenni az előadásokon is, a rendezvényeken, mert ez mind megerősít abban, hogy jó úton haladunk. Mit szeretnél elérni? Hát nem csinálok magamnak felső korlátot, tehát mindent, ami lehetőség van, azt meg akarom csinálni. És mit tanácsolnál a többiek számára, hogy ők is el tudják érni ezt a szintet? Hogy higgyenek magukba, higgyenek a Miklósban, higgyenek az igazgatóinkba, higgyenek a vezetőinkbe, és higgyék el saját maguknak azt, hogy ezek a dolgok nagyon működnek. A másik rendkívül fontos dolog, amit már sokszor elhangzott, a szeretet. A szeretetnek egy olyan dimenziói, ami valóban a léleken keresztül, valamint a teremtőinken keresztül érkezik, és legyünk olyanok, próbáljuk megtisztítani magunkat, hogy ez át is tudjon jönni hozzánk, tehát ne akadjon el sehol. És a másik dolog, hogy kérjük az elakadást jelző háromszögeket pedig, hogy... hogy azok jó, ha jeleznek, mert akkor azokat a részeket ki fogjuk hagyni, tehát másfelé fogunk haladni. Tehát az a legegyszerűbb egyébként, hogy az egyenes úton haladunk, tehát a korlátokat felejtsük el, itt nem kellene korlátok, itt teljesen szabályosan kell menni ezen a kijelölt úton, el kell fogadnunk kételkedés nélkül azokat a dolgokat, amit tanulunk, tehát a hit, a meggyőződés, és hát a teremtőnk segítése az nagyon fontos, tehát volt régebben olyan, hogy jó Istenem, segíts nekem. Utána eljutottam egy olyan szintre, hogy bocsánat, mit mondtam, segíts nekem. Hát nekünk kell neki segíteni, mi tudunk valamit tenni, ő meg arra vár, hogy tegyünk valamit. Hát nekünk kell tenni, és nem tőle kell kérni a segítséget. És még egy dolog,
szeretnék, hogyha elmondanál. Olyan ügyesen hozod az embereket, és mesélj egy kicsit arról, hogy hogy is csinálod? Igen, hát gyakorlatilag arról van szó, hogy én már tudom, hogy mindenki, aki él és mozog ezen a földön, itt lenne a helye. És olyan hatalmas nyereséget kapnak, és az én saját munkatársaim ezt nekem meg is erősítik, tehát mindenki nagyon örül, hogy itt lehet. Tehát egyszerűen, ha valaki nemet talál mondani, joga van hozzá, ez azt jelenti, hogy még nem éred meg erre a dologra, de megmondom neki, hogy oké, rendben van, ez most a te döntésed, még nem értél meg a feladatra, de bármikor kereshetsz, és segítek neked, hogy eljuthass egy ilyen fantasztikus helyre. Na most én gyakorlatilag praktikus dolgokat is szoktam csinálni, tehát azt nem szeretem, amikor itt vannak, és akkor itt kezdik a előadás közben kitöltögetni a kérdőívet, meg egyéb dolgokat. Tehát én erre szánok egy külön egy napot, amikor találkozom a jelöltekkel, átnézzük a dolgokat, kitöltik a jelentkezési lap, űrlapot, kitöltik a kérdőívet, és amennyiben jól tölti ki, akkor elhozom, ha nem jól tölti ki, akkor mondom, ne haragudj, de sajnos. Egyelőre még nincs itt a helyed, de ha kell, segítek abban, hogy eljutass ide hozzánk. És akkor már úgy jöttök, hogy? Akkor már úgy jövünk, hogy gyakorlatilag megvannak a kérdők, ki van töltve, a jelentkezési lap ki van töltve, és természetesen az összeg, ami jelenleg ugye nagyon-nagyon nagy kedvezménnyel, 16 ezer forint, tehát az is ott van már. Apropó, miért csinálom így? Azért már hoztam már két embert, akit csak elhoztam, és meg lett volna a lehetőségük, hogy itt legyenek, egyik sincs itt. Ez volt a tanulság, hogy az én hibám volt, ezt be kellett, hogy lássam, beláttam, hogy így nem szabad, és ezért csinálom azt, hogy már teljesen kész itt van, és aki itt van, azt hiszem, akivel beszéltem, egyik ember sem érte csalódást, tehát nagyon örül, hogy itt lehet. A hibából meg tanulni kell, úgyhogy ez természetesen majd, hát megpróbálom korrigálni, tehát próbálok nekik segíteni még így is, de hát erőltetni nem szabad. Gratulálunk neked!